A megnövekedett népszerűséget kell a sportág vezetőinek kihasználniuk. 58 évvel ezelőtt a Képes Sport tudósítója ezt javasolta azután, hogy a magyar férfi kosárlabda válogatott a Népstadionban, szabadtéren több tízezer néző előtt megnyerte az Európa-bajnokságot. Az akkori aranycsapatnak tagja volt Dallos János, aki 3 nap múlva tölti be 80. életévét. Az élsportot egy betegség miatt hamar kénytelen volt feladni, mi azonban tegnap munkahelyén értük utol, és nem titok, a beszélgetés után is odasiet, ám most felköszöntjük, hogy jó reggelt kívánok, és előre is boldog születésnapot. És hadd kérdezzem meg, hogy ezek szerint 80 évesen is dolgozik. Hát tulajdonképpen van egy munkahely, amihez 30 év óta van közöm, egy kis vállalkozás, és hát ma már nem, hogy mondjam, rajtam múlik a dolog, csak hát segítem a utánam következőket, a fiatalabb évjáratúakat, hogy hát tudják továbbvinni a dolgokat, de rendszeresen kijárok nap, mint nap. Néha még cipekedni is kell, gépgyártással foglalkozik ez a kis vállalkozás, ahol én működök, és hát... De gép... akkor nem unja a munkát, bírja, szereti, teli van energiával. Hát tulajdonképpen mindenkinek, aki engem ismer, az a véleménye, hogy feltehetően ez tart életbe, ez tart olyan állapotba, amilyenbe vagyok, úgyhogy én is így gondolom. Mert hogy hál' Istennek láthatóan jó állapotban van. Igen. Hogyan készül erre a születésnapra? Készül valamilyen számvetés? Valaki ezt nem szereti, valaki viszont meg szokta csinálni. Hát olyan különleges nem. Tulajdonképpen egy pár év óta foglalkozom csak a korommal, meg a majdani elmúlással, amióta van egy kis unokám. Uh-huh. És hát most ő éppen 6 éves, most kezdett iskolába járni, és hát amikor ő született, akkor tettem magamnak egy olyan, hogy mondjam, felajánlást, hogy megpróbálom kivárni az ő nagykorúságát, úgyhogy ez egy távlati cél. Igen, és ez egy nagyon szép cél, és ahogy így önt elnézem, ez egy jól teljesíthető cél is. Annak idén az aktív játékot, ahogy ezt említettem, igen, hamar föl kellett adnia. Hát igen, sajnos egy betegség, az akkor nem ritka tüdőbetegség az, ami kilökött a sorból. Mint utána, miután már beleestem ebbe a helyzetbe, tudtam meg, hogy mások is sportolók voltak hasonlóan. Hát például, amikor a tüdőklinikán voltam, ott volt egy magasugró, a Bodó nevű akkori szembajnok, uh-huh, volt egy ökölvívó srác, és hát tulajdonképpen a professzor, akihez oda bekerültem a klinikára, hát azt a ajánlatot tette, hogy ő megígéri, hogy mindannyian meg fogunk gyógyulni, egyet felejtsünk, vagyis egyet fogadjunk meg. Felejtsük el a versenysportot, mert hogy a civil élet annyival kisebb megterhelést jelent az ember számára, hogy már attól annyi plusz energia marad a szervezetébe, hogy meg tud gyógyulni. A jó egészségét ezzel visszaadta, viszont hát az élsportot akkor elvette ez az orvosi kérés. Annak idején hogyan lett kosárlabdázó? Hát ez is egy, mondhatnám, véletlen dolog volt. Nekem a sporttal korábban semmi kapcsolatom nem volt. Eleve a középiskola első 4 évét egy Széchenyi István nevű gimnáziumban jártam, ami a Népliget sarkán működött, a Néprajzi Múzeum épületébe. Ott torna terem nem volt. Népliget volt, meg télen a folyosókkal, uh-huh, iskola, hát a múzeum épülete. Uh-huh. Úgyhogy amikor én bekerültem a Markó utcába, a textilipari szakközépiskolába, hát ott egy intenzív sport élet volt, és hát én azt nagy élvezettel elkezdtem csinálni, és hát valószínű hamar kiderült az, hogy én alkalmas vagyok a kosárlabdára, és hát elég hamar már első osztályba. Tehát a 48-as beiskolázást követően én már 51-ben egy első osztályú csapatban a Kistexbe játszottam. Uh-huh. És akkor elérkezünk ez a bizonyos csúcsponthoz, az Európa-bajnoksághoz, és hogyha a korabeli tudósításokat az ember visszanézi, itt vannak bekötve, akkor mintha nem is annyira szovjet, mint inkább a csehszlovák csapattól tartottak volna, akiktől ugye kikaptak először. Hát most, hogy visszagondolok rá, talán különösen velük nem volt az, hogy tőlük tartottunk, uh-huh, de mivel ők voltak az első mérkőzés, hát bizony így sikerült, hogy ott mi pár ponttal kikaptunk, és hát
kellett a Kutas Istvánnak a, hát hogy így mondjam, hát a ledorongoló, hogy mondjam, hozzászólása ahhoz, hogy fölrázza a csapatot. De hát azt végül is ez sikerült. Hát aztán jött a feltámadás, aminek a során nyertek a szovjetek ellen, és ugye ez főként abban az időszakban minden ilyen mérkőzésnek kérdés, hogy mennyire volt annak akkor ott politikai felhangja? Hát volt. Mindenképpen volt. Hát a Népstadion igencsak zengett a új-új hajrától, ami hát ugye akkor itt nem volt a legildomosabb, hogy mondjam, buzdítási forma, és hát tényleg a csapat érezte azt a toló erőt, amit az a szép számú közönség adott. Ha végignézem a meccseiket, akkor furcsa eredménynek tűnt ez a jugoszlávok elleni 48-34, mármint hogy mai szemmel azt mondom, hogy milyen kevés kosár esett. Hát de akkor mások voltak valahogy az erőviszonyok. Uh-huh. Tehát Európában, hogy mondjam, a magyar sport az időtájt valószínű, hogy egy kivételezett helyzetben volt, nem csak a Európában, hanem úgy általában a szocialista táboron belül is, mintha mi több segítséget kaptunk volna azzal, hogy ugye a élsport, bár nem a klubok, hanem inkább a válogatottak, hogy hát rengeteg szabad idővel rendelkeztek idézőjelbe, bár a kluboknál is ugye volt mindenkinek állása, de ez a sportállás féle volt, ami lehetővé tette, hogy a játékosok edzésre járjanak sokat. A betegsége után, amikor ezt a, hogy mondjam, megállapodást kötötte a doktorral, akkor hogy gondolt a következő időszakra? Kosárlabdában kellene maradni valamilyen módon, sportban kellene maradni valami módon? Milyen dilemmái voltak? Hát tulajdonképpen én nagyon-nagyon nem tudtam korábban elképzelni, hogy én nekem ne legyen közöm a kosárlabda sporthoz. Én abban nagyon-nagyon beleszerettem, de hát mivel én a betegségemkor egy egyetemi tanulmányoknak a felén jártam éppen, hát mindenképpen azt akartam befejezni. Úgyhogy levelező tagozaton fejeztem be, és hát akkor viszont meg hát a munka került előtérbe, bár volt egy-két év, amikor még volt kapcsolatom az akkori egyesületemmel, a Ganzmávaggal, bizonyos ilyen taktikai megfontolásokból én még egy idényben edzője is, idézőjeles edzője voltam az akkori Mávagnak, de aztán, hogy így mondjam, elsodort a munka. Sok értelmet láttam benne, mint gépészmérnök tervezéssel, géptervezéssel kezdtem el foglalkozni, és ez hát, és amint a példa mutatja, ez be is jött ez a számítása, és ezt az értelmet megtalálta ebben a civil szakmában. Nézem a magyar kosárlabdát. Hát nézem, de hogy mondjam, egy ideje, most lehet, hogy ez már a korommal van összefüggésben, minden csapatsport, ami hát élvezetes dolog nézni, de olyan izgalmakat okoz, hogy emiatt, mert hiába van mondjuk egy olyan időszak a mérkőzésnek, hogy vezet a csapat több góllal, például a kézilabdázók, és egyszer csak elfogy az előny, és akkor ott ül az ember a képernyő előtt, és nehogy itt gutaütést kapjon, hát vagy szín volt, igaz? Igen. És akkor inkább kiméri magát adott esetben. Így van. Szóval végül hadd kérdezzem meg, hogy a mai magyar kosárlabdával mi a baj? Lehet, hogy túl sok a, hát hogy mondjam, itthon harmadik, negyedik osztályú amerikai játékosok, mint sztárok? Vagy ez már egy világjelenség, nincs mit kezdeni ezzel? Hát valószínű ez is, hogy ez egy világjelenség, de mintha manapság nem lenne, hogy mondjam, annyira vonz ereje a sportnak, mint az 50-es évek táján. Ugye ekkorban egy sportoló csomó előnyt élvezett, amiatt egy élsportoló, hogy ő sportol. Manapság ez már nincs meg. Tehát ma bárhova utazhatnak az emberek a világba, jövedelmet más úton is tudnak szerezni. Tehát én úgy gondolom, hogy ma nem akkor. Tehát nagyon elhivatott személyek tudnak csak nagyon jó, sikeres eredményeket elérni. Hát köszönöm szépen, és Isten éltesse, és akkor jó egészséget a továbbiakhoz, és köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm a kívánságokat.